Üdvözlöm nézőinket az Oskolában. Mai adásunkban kémiai tesztfeladatokkal fogunk foglalkozni, mégpedig a 2016-os tesztfeladatok, tesztsorok közül néztünk ki egyet, és abból az érdekesebbeket, vagy a típus feladatokat fogja nekünk Szaniszló Sebastian tanár úr bemutatni a mai óra alkalmával. Kérem, tartsanak velünk, és hallgassuk meg az érdekességeket. Köszönöm szépen! Tehát, ahogy említettük, már a 2016-os külső független kémia érettségi tészteleket fogjuk átvenni, és ezeknek a teszt feladatait. Elsősorban meg szeretném említeni, hogy nagyon sokban hasonlít a 2017-eshez, viszont én a kérdéseket, ahogy kivágtam az ENO-s kérdésekből, úgy itt hagytam, hogy könnyebben követhető legyen. Az első kérdésünk, ez egy egyszerű választásos kérdések lesznek az elején. Az első kérdésünk így hangzik, csak D elemeket tartalmazó sor a következő. Ezek közül kell az A, B, C és a D választási lehetőségek közül kell kiválasztanunk a csak D elemeket tartalmazó sort. Ha ránézünk a periódusos rendszerre, akkor látjuk, hogy az A esetében a lítium, a nátrium és a kálium azok az S mezőfémjéhez tartoznak. A B fémek, a vas, kobalt és a nikkel, ezek a D mezőfémjéhez tartoznak, tehát a helyes válaszunk már meg is van. A C fémek, a magnézium, kálcium és a stroncium, ezek az szintúgy az S mezőfémei, míg a D, az argon, a neon és a kripton pedig az S mező, vagy a P mezőnek a nemes gázaihoz tartozik, tehát a helyes válaszunk itt a B lesz a D mezőnek a fémei. Következő kérdésünk így hangzik. A kémiai elemek lítium, berillium, bor, szén atomjai ebben a sorrendjében, és akkor folytatnunk kell a mondatot. A. Az atomsugár nő, B. Az elektronnegativitás nő, C. Csökken az elektronok száma a külső energiaszinten, vagy D. Csökken az elektronok száma az energiaszinteken. Ha rátekintünk a periódusos rendszerre, akkor ezeket meg kell tanulnunk, hogy az atomsugár balról jobbra nekünk csökkenni fog, ahogy itt feltüntettük, tehát az A válasz az helytelen. Az elektronegativitásunk lentről felfele és balról jobbra fog növekedni, azaz ha egy átlóst húznánk a franciumtól egészen a fluorig, akkor egy ilyen átló mentén növekedne nekünk az elektronegativitás, és míg a lítium, berillium, a bor és a szén balról jobbra található nekünk, arról jobbra található a felsorolás, ezért az elektronegativitás ebben az esetben növekedni fog, tehát a B lesz a helyes válaszunk. Csak hogy tovább vegyük, a C esetében csökken az elektronok száma a külső energiaszinteken, ez szintúgy egy hamis állítás, hiszen növekedni fog nekünk az elektronok száma a külső energiaszinteken, és a D is, ahol azt állítjuk, hogy csökken az elektronok száma az energiaszinteken, ez is szintúgy egy hamis állítás lesz, mivel balról jobbra növekedni fog. Tehát a helyes válasz a B. A következő kérdés, a nátriumfluoridot használják fogkrémek és összetevőjeként a fogzománc megerősítésére és a fogszovasodás megelőzésére. Az összetevői nátriumion és fluorion, amelyek kristályrácsot képeznek, és folytatnunk kell a mondatot, hiszen azt kérdi tőlünk, hogy ezeknek a vegyületeknek azonos az A esetben a proton száma, B esetben a nukleonok száma, C esetben a neutronok száma, míg D esetben az elektronok száma. Ha megnézzük a periódusos rendszerben a nátriumnak és a fluornak a tömegszámát, illetve a protonoknak a számait, látjuk, hogy ezek nem egyeznek. A neutronok számát megkaphatjuk a tömegszám mínusz protonszám, tehát a nátrium esetében 12 darab neutronunk van, míg a fluor esetében csak 10, tehát ezek az egyezések sem stimmelnek. De a nátrium kation és a fluor anion esetében már az elektronok száma megegyezik, hiszen a nátriumnak könnyebb egy elektront leadni, így 11 protonra jut neki 10 elektronja összesen, míg a fluornak könnyebb egy elektront felvennie, így 9 darab proton mellé kap 10 darab elektront, így ő negatív töltéssel fog szerepelni, tehát ők alkotnak egy ionos kötést, és így az elektronjaik száma az megegyezik, hiszen mindkét esetben teljesül a nemes gáz szerkezet a külső héjon, és abszolút betöltődik a 8 darab elektronunk. Következő kérdésünk, melyik sorban találhatók csak ionos vegyületek? Ahogy az előbbi példán is láttuk, mondhatjuk azt, hogy ionos kötés általában nagy elektronnegativitás különbségű elemek között szokott kialakulni, például fémek és nem fémek között, emlékezzünk csak a nátrium és a fluor példájára.
Pirossal vannak jelölve az ionos vegyületeink, míg a kékkel jelöltek lesznek a számunkra a kakukktojások. A kékkel jelölt vegyületekben többnyire kovalens kötéseket találhatunk, így láthatjuk, hogy csak a B esetében, azaz a nátriumklorid, a nátriumoxid és a kálium-szulfidnál találhatunk ionos kötéseket, tehát ez az egyetlen sor, amelyik csak ionos vegyületeket tartalmaz, így a helyes válasz itt a B. A következő kérdésünk egy kicsikét összetettebb, de nem kell ettől megijedni. Elemezze az oxidációs redukciós reakciót, hidrogén-jodid plusz kénsav, ebből kapunk elemi jódot, kénszulfidot és vizet. Ebben a reakcióban a hidrogén-jodid, és itt egy állításnak kell állnia, meg kell mondanunk, hogy redukálószer vagy oxidálószer, tehát az egyes oszlop az nekünk ezekből áll, és a mondatunk így folytatódik, hogy ebben a reakcióban a hidrogén-jodid, és akkor itt egy állítást látunk, vagy redukálószer, vagy oxidálószer, ezek közül kell ezt majd választanunk, és az elektronok száma, amely részt vesz a kén oxidációs számának megváltozásában, ennyi, és akkor itt a kettes oszlopból kell kiválasztanunk, hogy 8, 6, 4 vagy 2. Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani, ki kell tennünk az oxidációs számokat, és látjuk, hogy a hidrogén-jodid esetében a jódnak az oxidációs száma -1, míg az elemi jód, tehát az elemi vegyületeknél nulla az oxidációs számunk, tehát a jód egy elektront leadott, és tudjuk, hogy a redukálószerek azok, amelyek az elektronjaikat leadják, tehát a jód minden esetben redukálószer, úgyhogy a B és a D válaszokat kilőhetjük, maradt az A és a C, most már csak azt kell meghatároznunk, hogy hány darab elektron volt szükséges ahhoz, hogy a kén oxidációs száma megváltozzon, és látjuk, hogy a kén esetében az oxidációs szám +6, míg a kén szulfid esetében a kénnek -2 az oxidációs száma, ehhez pedig 8 elektronra van szükségünk, hogy ezt az oxidációs számváltozást elérhessük. Itt tehát a helyes válasz csak az A lehet, hiszen itt szerepel a jód redukálószerként, és csak itt szerepel megfelelő mennyiségű elektronunk. A következő kérdésünk így hangzik. Elemezze a kijelentéseket, melyik a helyes közülük. Az első állításunk így hangzik, a szén 4 vegyértékű oxid oldhatóság a vízben állandó hőmérsékleten növekszik a nyomás növekedésével, míg a második állításunk pedig úgy, hogy az oxigén vízben való oldhatósága azonos nyomáson csökken a hőmérséklet emelkedésével. Ugyebár ezt tudnunk kell, hogy a gázok oldhatósága vízben a nyomás növelésével, illetve a hőmérséklet csökkenésével fog növekedni, és erre egy nagyon érdekes példa lehet az, hogy a forró nyári napokon az oxigénnek a hőmérséklet növekedése miatt pont, hogy csökken a vízben az oldhatósága, és ez szokott gyakran vezetni ahhoz, hogy a vízi élővilágban lévő szervezetek ezek könnyebben pusztulnak, hiszen nem jutnak elegendő oxigénhez, így talán könnyebben meg is jegyezhetjük ezt. Tehát a következő kérdésünk, a nem oldódó bázis előállításához mely vegyületeket kell használni? A lehetőségben rézoxid és vízreakcióját vehetjük alapul, a B esetben lítiumoxid és víz, a C esetben kálium-szulfát és bárium-hidroxid, míg a D esetben rész-szulfát és nátrium-hidroxid reakcióját kell szemügyre vennünk. Ha felírjuk a reakció egyenleteket, akkor rögtön észre is vehetjük, hogy az A esetben nem is tudunk reakció egyenletet felírni, hiszen a rész-oxid ez vízben oldhatatlan. A lítium-oxid és a víz reakciójából lítium-hidroxidot fogunk kapni, amely viszont vízben jól oldódik, tehát nem teljesül a vízben nem oldódó feltétele a kérdésnek. A kálium-szulfát és a bárium-hidroxid esetében a bárium-szulfát ez egy vízben oldhatatlan vegyület lesz, azaz a kérdés első feltétele teljesül, de a második, azaz a bázikus része nem. Míg a D esetben a rész-szulfát és a nátrium-hidroxid esetében rész-hidroxid keletkezik a számunkra, amely oldhatatlan vízben és bázikus tulajdonságú is, tehát ő az, amely eleget tesz mindkét feltételnek a kérdésünkben, így tehát a helyes válaszunk a D lesz. A következő kérdésünk így hangzik, csak kétértékű savai nevek vannak a sorban.
az A esetben, vagy pontosabban savmaradékokat sorolunk itt fel. Szulfid, szulfát, klorid, a B esetben karbonát, nitrát, szulfid, a C esetben szulfid, szulfát, karbonát, a D esetben nitrát, klorid, szulfid, tehát mindegyik esetében értelemszerűen itt savról van szó. Nézzük meg a kakukktojásokat, látjuk, hogy az A esetben a hidrogénklorid csak egy egyértékű sav, míg a B esetben a nitrát lesz az, ami kakukktojásként beékelődik a karbonát és a szulfid közé. A C esetben találunk csak olyan savmaradékokat, tehát olyan savakat, amelyek kétértékű savak, míg a D esetben mind a nitrát, mind a klorid jelen van, tehát ő sem lehet a helyes válasz, így a helyes válasz a C lesz. A következő kérdésünk. Az egyik kémcső magnéziumklorid oldatot tartalmaz, míg a másik alumíniumklorid oldatot. A kémcsőek tartalmát melyik vegyülettel lehetne meghatározni? Hogy értsük a kérdést, az a cél, hogy egy olyan reagens találjunk a magnézium, mint az alumíniumklorid oldatához, amely különbséget, amely a reagálás után egy valamilyenféle különbséget fog mutatni nekünk a kémcsőben. Ehhez az oldhatósági táblázatot hívhatjuk segítségül, és végignézzük, tehát a felső sorban láthatjuk a kationjainkat, míg a baloldali oszlopban pedig az anionjainkat, és a keresztezésében pedig az általuk alkotott sókat, bázisokat láthatjuk. És ha megnézzük, a magnézium és az alumíniumra vagyunk ugyebár kíváncsiak a kérdés alapján, akkor láthatjuk, hogy a hidroxiddal a magnézium az egy kevésbé oldódó, de mégiscsak oldódó bázist fog képezni, míg az alumíniumnál egy N betű található, azaz ő nem oldódik nekünk vízben. A szulfátok esetében, ha megnézzük, akkor mindkét esetben oldódó vegyületet fogunk kapni, míg a nitrát esetében, tehát ha ezüstnitráttal reagáltatjuk ezeket a klorid vegyületeinket, akkor szintúgy oldódó vegyületeket fogunk kapni. Tehát az egyetlen különbség az csak a nátriumhidroxiddal adódik, amely során azt láthatjuk, hogy az alumíniumhidroxid oldhatatlan lesz vízben, tehát csapadékunk keletkezik, míg a magnéziumhidroxid valamilyen szinten oldódni fog a vízben. A 17-es kérdés az ionos kérdések közül. Mely ionok együttes jelenléte okozza a változó vízkeménységet? Az A esetben magnézium, kálcium és hidrogénkarbonát, B esetben nátrium, kálium és hidrogénkarbonát, C esetben magnézium, kálcium és szulfát, D esetben pedig nátrium, kálium és szulfát anion okozhatja számunkra a változó vízkeménységet. A változó vízkeménység pedig a kálcium, magnézium, karbonát, illetve hidrogénkarbonátokhoz kapcsolódik, hiszen ők nekünk a vízkeménységnek az egyik okai, őket főzéssel el tudjuk távolítani, tehát lágyítani tudjuk a vizet, míg a szulfát, tehát ugyanezen fémek szulfát, illetve klorid ionjai, ezek állandó keménységnek az okozói, tehát őket még forralással sem tudjuk eltávolítani a vízből. A 22-es kérdésünknél egy szépen rajzolt ábrát is láthatunk, amelyben egy gáz próbálunk előállítani, tehát egy gáz előállítására szolgáló készüléksémát láthatjuk, és a kérdés az, hogy milyen gázt állítanak elő ilyen módszerrel. A esetben azt láthatjuk válasz lehetőségként megadják, hogy klort, B hidrogénkloridot, C ammónia, vagy pedig nitrogén 4 vegyértékű oxidot állíthatunk elő gázként. Ehhez fel kell írnunk a reakció egyenleteinket, kálciumhidroxid és ammóniumklorid reakciójából kálciumkloridot kapunk, amelyről az fontos tudnunk, hogy szerves oldószereknek jó szárítószere lehet, míg az ammóniáról jelen esetben azt fontos megjegyeznünk, hogy ő egy helyes választ érhet a számunkra az ENO teszt eredmény során, mivel az ammónia az, amely gázként kiválik nekünk a reakciónkból. 24-es kérdés. Nevezze el JUPAC szerint a következő anyagot, amelynek szerkezeti képlete a következő. Kezdünk áttérni egy kicsikét a szerves kémia felé. A. 2-propilbután-2-amin, B. 2-etilpentán-2-amin, C. 3-amino-4-metilhexán, vagy D. 3-metilhexán-3-amin. A nevezéktannál fontos, hogy megjegyezzük, mindig a hosszabb szénláncot kell kiválasztanunk, ami jelen esetben lentről tart és jobbra kanyarodik el. Ez lesz a hosszabb szénláncunk, és mindig onnan kell kezdenünk a számozást, ahol a szubstituánsek, tehát az amino és a metil csoportunk a lehető legkisebb számot fogja kapni, azaz innen
az 1-estől számozunk egészen a 6-osig, így látjuk, hogy a 3-as szénatomhoz kerül mind az amino, mind pedig a metilcsoport, és ez csak egy esetben lehetséges, tehát egy válaszban van megemlítve, ez pedig a D lesz, úgyhogy megjelölhetjük a helyes válaszként a D-t. A 26-os kérdésnek a felépítése hasonlít az előbbiekben, amikor hidrogénjodidot kénsavval reagáltattunk, tehát két állításunk is lesz, és ezek közül kell kiválasztanunk tehát két oszlopunk is lesz, és ezek közül kell kiválasztanunk a megfelelő párokat. A propén és brom kölcsönhatásának a reakciója, tehát az egyesnél meg kell neveznünk, hogy ez egyesülés vagy helyettesítés lesz, és a végtermékét is meg kell ezt majd neveznünk, ami lehet 1 brompropán, 1-3 dibrompropán, 1-2 dibrompropán vagy 2 brompropán. Ha felírjuk a reakciót, látjuk, hogy a propén addicionáltatni fogja a brómunkat, tehát egy egyesülési reakcióról lesz mindenképpen szó, azaz A vagy C lesz a befutó. És ha elnevezzük a molekulát, akkor lássuk, hogy az 1-es és a 2-es szénatomnál lesz nekünk egy-egy darab bróm atomunk, így tehát a helyes válasz a C lesz, hiszen itt érvényesül az, hogy egy egyesüléses reakcióról is a terméknek a helyes megnevezése is megvan. A következő kérdésünk, elemez az állításokat. Van-e közöttük helyes? Az etin reagál ezüst egyvegyértékű oxid ammóniás oldatával. 2-es, az etin katalitikus hidratációja következtében etanol keletkezik. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, fel kell írnunk mindkét reakcióegyenletet, és látjuk, hogy az etin az ezüst oxiddal reagálva nekünk a savas tulajdonságát mutatja, tehát a protonjait le tudja adni nekünk. Tehát míg higany nitrát katalitikus hatására, vízzel reagálva nekünk egy enol formánk fog keletkezni, ami meg majd gyorsan át fog alakulni egy oxo formává, tehát etanallá. És látjuk, hogy az első állításunk igaz volt, hiszen reagált vele, és a második állításunk is helyes, hiszen etanol keletkezik nekünk a végtermékként az etin víz addíciója során. Tehát mindkét válaszunk helyes, azaz az A lesz a helyes válasz. Az X anyag az átalakulásban, és itt meg kell neveznünk, tehát folytatnunk kell a mondatot, A karbonsav lehet, B aldehid, C észter, vagy pedig D éter. Ehhez tudnunk kell felírni a szerves kémiai átalakulásokat. Látjuk, hogy ha alkoholt rézoxiddal hevítünk, akkor aldehidet kaphatunk belőle, ismét az etanalt, mint az előző kérdésben. Aztán ha ezt az etanalt oxidáljuk tovább részhidroxid és melegítés hatására, karbonsavat kaphatunk, megkapjuk az ecetsavat. Míg ha ezt a karbonsavat koncentrált kénsav katalizátor jelenlétében metilalkohollal reagáltatjuk, akkor pedig egy metilacetátunk képződik, ami egy észter, így a helyes válaszunk a C lesz, azaz egy észtert fogunk képezni. Következő kérdésünk hasonló az előzőekhez. Az aldehidek részleges oxidációja során a következő vegyületek keletkeznek. A. Szénhidrogének, B. karbonsavak, C. terciér alkoholok, vagy D. primer alkoholok. Az előző kérdésben is láttuk, hogy aldehidből oxidáció során karbonsavakat kaphatunk, így tehát könnyű lesz már ezt a kérdést megoldanunk, ha az elsőt is helyesen válaszoltuk meg. Amit esetleg fontos lehet a későbbiekben is megjegyeznünk, hogy alkoholokból oxidációval mindig aldehideket vagy ketonokat kapunk, ha ezt meg tovább oxidáljuk, akkor karbonsavat kaphatunk, és visszafelé pedig redukciós reakciók játszódhatnak le, azaz karbonsavból aldehidet redukcióval, aldehidből redukció során pedig alkoholt kaphatunk, és alul felhoztuk azt a példát, ami az előző kérdésnél is jelen volt. 31-es kérdésünk. Határozza meg azokat a reagenseket, melyek reakciója során termékként a következő szerkezeti képlettel leírható anyagot kapjuk. Tehát látjuk itt a szerkezeti képlettel leírt anyagunkat igazából, és azt kell meghatároznunk, hogy milyen vegyületeknek kell reagálniuk egymással, hogy ez legyen a termékünk. A esetben azt javasolják, hogy butánsav és etanol, B esetében 2-metilpropánsav és etanol, C esetében ecetsav és 2-metilpropán-1-ol, míg a D esetben propánsav és propánkétolnak kell reagálni ahhoz, hogy ezt a terméket kapjuk. Ahhoz, hogy ezt
meg tudjuk válaszolni, fel kell bontanunk egységeire, és látjuk, hogy a savmaradékunk az ez lesz, amihez, ha hozzáillesztünk egy hidroxil csoportot, akkor a 2-metilpropánsavat kapjuk, és az alkohol részünk pedig az észterben pedig az etanolra vezethető vissza, tehát a 2-metilpropánsav és etanol reakciójából vízkilépéssel kaphatjuk az itt látható észtert, úgyhogy a helyes válaszunk a B. Szintúgy egy átalakulás sorrendet nézünk, csak itt is az X-et keressük, csak az X nem a végén, hanem az elején, a közepén található. Meg kell neveznünk az X anyagot, írjuk fel ehhez a reakciókat. Metánt 1500 fokon kezelünk, ezzel acetilént kaphatunk, és hidrogén melléktermékként is keletkezik. Aztán, ha az acetilént vízzel reagáltatjuk, emlékezzünk a kettővel korábbi kérdésre, higany-nitrát jelenlétében, akkor enol, aztán az gyorsan átalakul nekünk egy oxoformává, tehát egy etanallá, és ha ezt az etanalt tovább oxidáljuk részhidroxid jelenlétében melegítve, akkor pedig ecetsavat kaphatunk. Úgyhogy már a helyes válaszunk, tehát az X itt az etanol volt, és mind a B, mind a C, mind a D ezek helytelenek, hiszen a D-t majd csak a kettes esetben kapjuk meg. Következő kérdés, ezek már nem egyszerű választásos kérdések lesznek, hanem párosításos feladatok, azaz párosítanunk kell az anyagok képletét, az anyagok természetével, vagy valamilyen elv alapján, amit mindig fel fognak tenni a kérdésben. Ezek alapján kell kiválasztanunk a megfelelő párokat. Jelen esetben az anyagok képlete van felsorolva, bal oldalt, míg jobb oldalt az anyagok természete, és ezek között kell megtalálnunk a megfelelőeket. Az első esetnél, a bárium szulfitnál azt mondhatjuk, hogy ő egy közepes só. A második esetben a borsavnál mondhatjuk azt, hogy ő egy sav igazából, tehát sem nem bázisképző oxid, sem nem amfoteroxid, sem savanyú só, ez nem illik rá. A hármasnál az ammónium hidrogénkarbonát esetében ez egy savanyú sóról van szó, míg a kálcium oxid esetében ez egy bázisképző oxid lesz nekünk. Tehát ha totózni szeretnénk, akkor így kell bejelölnünk a helyes válaszokat majd az ENO érettségén, hogy nyerő találatunk legyen. Következő kérdésünk szintúgy, anyagok neveit kell párosítanunk a szerves vegyületek csoportjaival, tehát itt funkciós csoportok lesznek felsorolva, és konkrét vegyületek. Az etilén glikol, erről tudjuk, hogy ő az alkoholokhoz tartozik, az anilin az aminokhoz, igaz? A glicin az aminosavakhoz, és a butanal pedig az aldehidekhez fog nekünk tartozni. Szintúgy egy négyzetrácsos hálóban nekünk kell kiválasztanunk a megfelelő párokat, mindig lesz majd egy kakukktojás, jelen esetben a C-hez nem rakhatunk semmilyen X-et. A következő feladatunk egy szintúgy egy fokkal bonyolultabb lesz. A reakcióhoz 8,2 g vízmentes nátriumacetátot és fölöslegben vett nátriumhidroxidot használtunk. Ennek a keveréknek az égése következtében száraz maradék keletkezett és metán szabadult fel, amelyet teljesen elégettek oxigénben. Szintúgy két részre bontja a feladatot. Itt az első kérdésünk, számítsa ki a metán térfogatát milliliterben normál körülmények között, amely a reakció következtében keletkezett. Felírjuk ugyebár az adva, a feladat szövege alapján az adva vant, és a metánnak a térfogatára vagyunk kíváncsiak. Felírjuk a reakció egyenletet, azaz nátrium acetát plusz nátrium hidroxid egyenlő nátrium karbonát és metán. Ahhoz, hogy megkapjuk azt, hogy mennyi metánunk volt, meg kell határoznunk, hogy mennyi nátrium acetát rendelkeztünk, azaz mennyi anyagmennyiségünk volt a nátriumacetátból. Ezt úgy kapjuk meg, hogy felírjuk a nátriumacetátnak a moláris tömegét, míg ebből meg tudjuk határozni a nátriumacetátnak az anyagmennyiségét, ami 0,1 mol. A reakció egyenlet alapján 1 mol nátriumacetátból 1 mol metán keletkezik, így 0,1 mol nátriumacetátból 0,1 mol metán fog keletkezni, tehát a metánnak a térfogata, ha megvan adva az, hogy normál körülmények között, akkor 22,41-el kell megszoroznunk a metánnak az anyagmennyiségét, és így kapjuk meg a 2,241 ezred litert, amit hát kell alakítanunk milliliterre, erre figyeljünk oda, hogy milliliterben kérik nekünk
a megoldást, akkor 2241 ml-t kell beírnunk feleletként. A feladat második része pedig arra kíváncsi, hogy az elégetett oxigénnek mennyi a mennyisége, amit a metánhoz használtak, szintúgy milliliterben és szintúgy azonos körülmények között. A metán égését felírjuk egy reakció egyenlet alapján, tehát CH4 plusz O2 széndioxidot és vizet fogunk kapni belőle. Látjuk, hogy 1 mol metán égéséhez 2 mol oxigénre van szükségünk, míg nekünk 0,1 mol metánunk van a feladat szövege alapján, ehhez pedig x mol oxigénünk van, az x-et kivezetjük, megkapjuk azt, hogy 0,2 mol oxigénre volt szükségünk a metán elégetéséhez, és a térfogata az oxigénnek ez alapján 0,2 mol, tehát az anyagmennyiséget szorozzuk a moláris térfogattal, és így megkapjuk a 4,482 litert, ami pedig nekünk szintúgy milliliterben kérik a válaszunkat, 4482 milliliter lesz, tehát feleletnek 4482-t kell beírnunk. És szeretném megköszönni a figyelmüket, és hogy velünk tartottak. Sok sikert kívánok a felkészülődéshez és a teszthez magához is. Köszönöm szépen a figyelmüket!